Íme a csehországi Sinobor Stadion, korábbi nevén Eden Arena, a Slavia Praha otthona. A közel 19 ezer férőhelyes létesítmény többször ad otthont a cseh nemzeti csapat mérkőzéseinek, illetve 2013-ban itt rendezték az Európai Szuperkupa döntőt a Bayern München és a Chelsea részvételével. A stadion több felújításon is átesett, jelenlegi állapotában 2008 óta áll. Azóta háromszor koncertezett itt a Depeche Mode, kétszer a Rammstein, a Metallica és az Iron Maiden, de tapsolhattak itt a csehek a Kissnek és Pinknek is. A Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágójára két gólos előnyben érkezett csapatunk, a tét pedig nem más, mint a bejutás a BL rájátszásába. 24 órával a találkozó előtt Péter Stöger csapata már a mérkőzés helyszínén edzett. Az előző meccsből megtanultuk, hogyan kell felkészülnünk egy olyan ellenfél ellen, mint a Slavia. Úgy gondolom, meg lesznek a lehetőségeink, de olyan jól kell játszanunk, amennyire csak lehet. A legjobb formánkat kell nyújtanunk ahhoz, hogy ott legyünk a következő körben. Az első mérkőzés után kaptunk egy kis pihenőt, volt időnk regenerálódni, hogy utána 100%-ban a visszavágóra készüljünk. A Slavia biztosan sokkal támadó felfogásban fog pályára lépni, mint a múlt héten, hiszen 2-0-as előnyben vagyunk. Nagyon kell jönniük, nincs veszíteni valójuk, így okosnak kell lennünk, a saját játékunkat kell játszanunk, és akkor nem lehet baj. And yeah, I think it's like this.